Jellemzően úgy is teltek a hétvégéim, hogy Forma 1-es futamot azt nyilván néztem, ha volt. És amikor megvolt mondjuk szombaton a saját blasszos meccsünk, akkor utána mentem is, és valamelyik Fradi meccsre, vagy ha kettős rengedő volt, akkor a Népstadionban, akkor megnéztem mind a két meccset. Szeretettel köszöntöm Önöket újra Dobban a Fradi Szív itt a 9.tv-n TV-n, és majd különleges interjúval készültünk, mert a velem szemben helyet foglaló Weber Gábor először fog a fradizmusáról beszélni, vagy legalábbis ilyen hosszan talán igen. Szia Gábor! Szia! És javíts is ki rögtön, ha nincs igazam. Igazad van, nem nagyon szoktam. Aki nagyon figyeli a különböző adásokat, ahol megjelenek mondjuk Forma 1-en kívül, ott néha már egy ilyen fél mondatban el lehetett csípni, de én nem nagyon verem a mellem. De igazából senkinek, tehát mondjam, attól, mert valakinek szurkolok, vagy valaki szimpatikusabb, vagy kevésbé szimpatikusabb, én minden mást is megnézek, meg minden mást is tudok értékelni. Talán ezért is van az, hogy nem hirdetem ezt túlságosan. Tehát akkor nem valami extra tudatosság, hogy mondjuk a szakmában félted magad, hogy nem bélyegezzenek? De hogy is. Különben nem váltam volna az interjút. Micsoda? Különben nem váltam volna az interjút. Ez még igaz. Hát talán az egy kezem is kevés lenne ahhoz, hogy megszámoljuk, hogy hány sportágat próbáltál ki, vagy hány sportággal szimpatizálsz. Na most, hogyha vesszük a focit meg a Forma 1-et, ami nyilván a foci, ami mi miattunk fontos, a Forma 1 meg hát talán az első számú, melyik volt előbb, vagy melyik lehet nem választani? Nem tudom. Próbálok visszamenni, ahogy kérdezted, hogy indult el ez az egész. Nyilván a fociát, mert egész, amikor elkezdtem járni, akkor nyilván elkezdtem a labdát is rúgni, mint a fiúk többsége vagy nagyobb része, de ugyanígy elkezdtem az autókat is bambulni, és tehát ott száján nézni. És szerintem a legjellemzőbb kép rólam az mondjuk ilyen 3-4 éves koromban a labdával a hónom alatt nézek valami parkolóautót. Tehát ugye már ott megvolt ez a kettősség, és a mai napig nem tudom ezt elválasztani egymástól, miközben, hogyha nagyon választanom kellene, akkor pici előnye vagy pici fölénnyel talán az autósport jön neki győztesen, tehát hogy valahol az egy picivel közelebb áll a szívemhez, de ez olyan minimális eltérés, hogy mintha életed két nagy szerelme közt kellene választanod. De imádom természetesen a labdarúgást is, és azon belül a Fradit, és egy csomó gyerekkori emlékem, meg felnőttkori emlékem is kötődik hozzá, úgyhogy úgy, igazából így át vagyok ezzel a zöld színnel itatva, még akkor is a keveset veszem magamra egyébként. Na akkor kicsit a emlékek közül keressük meg valahol a legelsőt, vagy az elsők közül. Emlékszel, mikor jött a képbe a Fradi? Minek a kapcsán? 70-es években a televízió, még akkor mondjuk az Újpestnek volt nagy csapata, a Dózsának. De amikor először Forma 1-et is láttam, körülbelül akkor kezdtem először labdarúgást is nézni. Tehát nekem a 74-es VB, akkor még 2,5 éves voltam, az még nyilván nincs meg. A 76-os EB az már úgy olyan, ilyen fosznányokban, de igazából a 78-as VB, az argentin VB volt az első, amit úgy már így teli torokból megértem még így. Hát akkor mentem általános iskolába. Pont előttem óvoda és iskola közti váltásban voltam, tehát akkor már azt a VB-t azt nagyon néztem. De nyilván egy csomó Fradi győzelmet megéltem, meg Fradi vereséget is megéltem. Nagyon élénkem van meg, amikor Rábátó elkezdett hirtelen nagyon nagy lenni, és akkor volt ott egy-két elég nagy mérkőzés, akár a mi javunkra, akár az ő javukra. Szóval de a későbbiekben is, akár a 90-es éveknek az még az a nagy BL csapata, az utolsó nagy sikerek egyike mondjuk. Az a Grasshoppers meccs például idegenben. Szóval megmaradt egy csomó minden, de a 80-as évek, talán a 80-as évek az, ami leginkább a fejemben van. Akkor voltam a legtöbb Fradi meccsem, voltam rengeteg kettős rangadón, még kint a Népstadionban. És akkor még focisztál is. És akkor még focisztam is, igen, 10 évig versenyszerűen focisztam. 10-20 éves korom között, vagy 10-19 éves korom között. De a Fradiban is. Fradiban is játszottam, Serdülőben, igen. Leginkább azért Blaszban voltam, de volt egy színészek újságíró rangadó, akkor még ez divat volt, nem tudom, te mennyire láttál hát ilyet, vagy tudod, hogy mi az. Igen. És annak volt egy betétje, a Fradi Serdülő játszott egymás ellen, az egyik felünk fehérbe, a másik felünk zöldbe, 2x5 percet, de nagy pályán. És ez óriási élmény volt bemenni, hát akkor még csak 40 ezeren voltak, mert délutánra lett tele, de hát azért akkor is egy félházas Népstadionba bemenni gyerekként, 10-11 évesként, és a lényeg az, hogy ez a 2x5 perc az olyan volt, hogy menjetek ki gyerekek, ti is legalább látszottok, és 1-0-ra nyertünk az én gólommal, és kimondta a kivetítőn a nevem. És amikor ezt így megéled rá a Fradi mezbe, az egy brutális, mai napig brutális elmék, meg diaképek megvannak róla valahol otthon elrakva. De hogy így, egyébként az az érdekes, hogy bármennyire szerettem volna focista lenni, én már abban a korban is éreztem, hogy hiába vagyok ügyes, nem én vagyok a legügyesebb. Tehát hogy így pontosan tudtam, hogy ha mindent felraktam volna egy lapra,
akkor talán NB1-ig eljuthattam volna, és egy ilyen futtak még NB1-es játékos lehettem volna. Az edzők mit mondtak? Ők is azt mondták, hogy hagyjad ezt, Gábor, vagy ezt már tényleg csak nem, nem mondtak semmit, ennek sokkal hamarabb lett vége, ugyanis amikor elkezdtem Fradiba játszani, Serdülőben 11 évesen, akkor elkezdtem semmi mással nem foglalkozni. Tehát addig heti 3 edzésem volt Blaszba, utána gyakorlatilag minden nap edzésem voltam, és hát onnantól kezdve nem, hogy nem foglalkoztam a tanulással, hanem épp hogy csak bejártam az iskolába, abba a pár hétbe, hónapba, és aztán otthon meg az volt a kikötés, hogy ahogy rosszabb egyeim lesznek, akkor nem mehetek. És amikor becsúszott 2 biológia 2-es, meg még nem tudom mi, akkor konkrétan le lettem tiltva. Úgyhogy kénytekeltlen, be kellett jöjjek, és meg kellett mondanom, hogy nem járhatok tovább edzésre. Egyébként ma már ilyen szempontból egyébként áldom anyujék eszét, mert hogy ha azt csinálom, akkor nyilván nem megyek, vagy nem tudom, mikor térek észhez, és akkor csak ezt csináltam volna. És utána ennek az lett a vége, hogy egy fél évet kihagytam, amikor kvázi büntetésben voltam otthon, akkor kicsit elmentem kézilabdázgatni, amiből az lett, hogy kézilabdázás végén alig vártam, hogy megint focizzunk. És akkor utána visszamentem Blaszba, és utána még játszottam Blaszba gyakorlatilag 7 vagy 8 évet. És ugyanilyen aktív voltál szurkolóként is, mondjuk kicsit később, már tínédzser korod vége felé? Abszolút. Egyébként nekem jellemzően úgy is teltek a hétvégeim, hogy Form 1-es futamot azt nyilván néztem, ha volt, de akkor még nem volt ennyi, mint most televízióban. És amikor megvolt mondjuk szombaton a saját blaszos meccsünk, akkor utána mentem is, és valamelyik Fradi meccsre, vagy ha kettős rengedő volt, akkor a Népstadionban, akkor megnéztem mind a két meccset, vagy a Karé tetején, vagy akár. Érdekes egyébként, hogy akkor sem szerettem bennállni a B középbe. Tehát volt rengeteg olyan csapattársam blaszba, akik például, mit tudom, Honvéd B középbe voltak, tehát hogy így megvolt ott elég szép osztódás volt, hogy kikinek szurkol, de hogy nyilván mi egyébként jól játszottunk együtt csapatként, csak mindenki másnak drukkolt egy adott hétvégén. De én nem szerettem akkor se bennállni. Én imádtam ott lenni a történésekben, de nem szerettem teljesen a közepén. Tehát én azért mentem ki, hogy a meccset nézzem, és akkor is az érdekelt, hogy mi történik, és nem az, hogy most akkor teljesen vakon a Fradinak szurkolva, csak a bírót szígyem, hogyha ellenünk fúj. Tehát, hogy szerettem látni azt is, hogyha rosszak vagyunk, hogy miért kapunk ki, hogy a másik miért játszott jobban, és magamban fájon el kellett ismernem, hogyha olyan meccsen kaptunk ki, ahol bizony tényleg sokkal jobban játszottak nálunk. És ugye, ha bennállsz a B középbe, akkor ez nem így van, akkor is fújolsz, hogyha nem kell. Tehát, hogy én szerettem mindig tisztán lebontva nézni ezt a dolgot, ilyen patika mérlegen mérni, hogy most tényleg jobbak voltunk, vagy sem. Ettől még ugyanúgy kiabálok, hogyha valamit igazságtalan kérdezek, egy ítéletet, és a mai napig felugrok otthon, hogyha meccset nézek. És tökéletes, hogy itt vagyunk ebbe a elképesztő létesítményben, ahol már nyilván minden szegletében, majdnem minden szegletében már voltam. És persze marha jó úgy meccset nézni, hogy közben bemész, és ihatsz egy üdítőt, meg ehetsz valamit a szünetben, de én abszolút az a meccsnéző vagyok, nyilván, mert ebben nőttem bele, aki szotyolával tök magas, simán kint ülök. Nem is a B közét, nem is a Skybox, az arany közép. Így van, én kint szeretek ülni a lelátón, és simán megnézek két meccset egy ültő helyemben, ki se kell mennem sehova. Nekem az az élmény a meccsnézés, amikor magamban vagyok, és a meccset látom, és még mellettem a haverok, és akkor megbeszéljük, hogy mi van. De ez nekem nem kell, mit tudom én, Cordon Bleu, csirke, vagy akármilyen extra felhozatal a cateringtől, de hogy bent se szeretük üvöltözni a sállal, meg a nem tudom mivel, és háttal a meccsnek csak az, hogy a szurkoltábort éljen. Mondjuk abban az időszakban, amikor fiatalként jártál meccs, ott azért voltak jó találkozók, meg voltak jó Fradi csapatok. Voltak. Ha jól sejtem, akkor ott nagyjából Gilles Villeneuve és Nyilasi volt a két idol. Ezt eltaláltad, igen. Gilles Villeneuve volt a abszolút Form 1-es kedvence, mai napig az egyetlen, akiért igazán rajongtam. Nyilván azért is, mert annyira kor a gyerekkoromban kapott el a hív. És így egy csomó párhuzam van Gilles Villeneuve meg köztem. Nyilván ez sem véletlen, meg ezeket is valahogy így alakította a sors, de hasonló típus voltam, azt gondolom, versenypályán is. Meg hasonlóképpen gondolkodom a versenyzésről is, amit persze nyilván ma már az ilyen nyelv távlatában kicsit máshogy nézze dolgokat, akár a biztonság, akár más szemszögből, de hogy alapvetően ahogy hozzáállt, az nagyon közel áll hozzám, felnőtt fejjel is. Tehát annak ellen, hogy gyerekként sokszor azért, amikor rájössz, hogy igazából egy idolod milyen, és én nem csalódtam benne, tehát az abszolút tökéletes választás volt. Nyilván Nyilasi a másik élet, sok ilyen volt, mint a Fischer Palit imádtam nézni, pedig tényleg azért a plusz kilók ott voltak hát a sokáig, de hogy azért a labdaérzék, meg a gólérzék, a gólok, igen. Sok ilyen, tehát Zsinka, és rengeteg ilyen játékos volt nyilván abban az időszakban, de azután is, meg azóta is. De hogy alapvetően nyilván ez a legközelebb, tehát hogy a tinédzser korom az a leginkább a mélye, meg amikor a legtöbbet szívtam magamban ebből az egészből. Ez azt jelenti mondjuk, hogyha a Fradit vesszük, akkor ez a 81-es bajnok csapat? Vagy az talán még túl korai? De az utána már csak a 90-ben volt. Nem, de az is például. Egyébként az az érdekes, hogy
Szerintem, hogyha játszanánk egy ilyen játék, hogy mondjak csapat összeállításokat abból az időszakban, a mostaniból elvéreznék a mostaniakból. Tehát, hogy simán csak azok maradnak. Én nem tudom, hogy olvastad-e a lapomat, de ezt a végén akartam megkérdezni, hogy nyilván mindenkinek van egy kedvenc csapata, és azon belül is egy kedvenc korszaka, hogy fel tudja sorolni a kezdő 11-et. És akkor most már fölteszem ezt a kérdést, hogy szerinted a mostani csapatra, ami nyilván nagyon örülünk neki, hogy az UEFA, illetve az Európa Liga csoportkörbe bejutott, meg hát hazai szinten gyakorlatilag verhetetlenek. Szóval a mostani csapatra fogunk majd úgy emlékezni 20 év múlva, mint ahogy most előbb beszéltünk a 81-es nyilasi csapatról? Ez azért nehéz, mert hogy ugye akkor nem volt ekkora rotáció, és azt hozzá kell tennem, miközben semmi ellenérzésem nincs, hogy nyilván csak magyar játékosoknak szurkoltál, és hosszú éveken keresztül gyakorlatilag voltak egy teljes karriert csak egyetlen csapatban fradistaként élt meg. És ezért sokkal inkább megvolt a kötődésed, még akkor is, ha voltak rosszabb szezonok, de jó szezonokban, tudod, hogy ott volt ő a rosszabban is, és most a jóban is. Tehát, hogy kvázi azt érdemelted, hogy együtt nyersz velük. És ma már azért, hogy gyakorlatilag ez a évenként, vagy néha fél évenkénti ideigazolok, odaigazolok, amodaigazolok játékban, ki az, aki igazán fradista, nyilván aki magára húzza a mezt, de az egy dolog, hogy a mez rajtad van, de hogy mikor leszel tényleg fradista a maga valójában, vagy mikor érez a közönség akkor is annak, ha éppen volt öt rossz meccsed egymás után, és meg akkor se fütyülnek ki, mert akkor is azt mondják, hogy figyelj, tett már ez a srác annyit, hogy persze azt mondom, hogy jó, de hülye vagy, de a következő pillanatban azért mégiscsak a mi fiunk. Úgyhogy ehhez azért idő kell szerintem. És hogyha ez a csapat még három év múlva is így játszan együtt, vagy legalábbis a gerince, szerintem három év minimum kell. És három év úgy, hogy azért az sikerekkel legyen terés, legyen nemzetközi kupasorozat, és hogy ne legyen akkor a rotáció, ne legyen felismerhetetlen egy csapat. Hogyha nem is 11 nevet sorolunk, hanem majd azt mondjuk, hogy a Dibusz, Lovrencs és Blazsics, van 7-8 állandód, és azok körül néhány ember rotálódik, az oké, attól még az ugyanaz a mag. Említetted, hogy ugye a játékos társait között nyilván mindenki, vagy hát sokan más csapatnak szurkoltak, voltak honvédosok, gondolom voltak Újpest szurkolók is. Azt te meg tudod fogalmazni, hogy miben más a fradi családhoz tartozni, a fradinak szurkolni? Hogyha más egyáltalán? Mert nem biztos, hogy tudom, más. Ezt nem tudom megmondani, hogy a fradi drukker, nem tudom, miért lettem fradi drukker. Nyilván édesapám azért számított a történetben, mert ő is fradista, hogy nyilván, ahogy először elkezdesz meccset nézni otthon, mondjuk 3-4 évesen, amikor már épp össze elkezdett felfogni valamit, és akkor nyilván, hogyha apukád valamelyik csapatnak szurkol, akkor te is azt kezded el úgy nézni. Tehát nyilván ezért ez otthonról jött. De hogy mennyiben más, ezt nem tudom, mert nem akarom azt az érzetet kelteni sem, és nem is nagyon tudom, hogy van ennek jelentősége, hogy most attól valaki a Honvédnak, a Vasasnak, az Újpestnek, a Fradinak, vagy bárki másnak szurkol, akárhol az születik, nyilván a Győri, akkor az Etónak is sorolhatnánk a végtelenségig, vagy ha Miskolci, akkor a Diósgyőrnek. Szóval, hogy szerintem ez csak attól függ, hogy te mit érzel magadénak, és hol érzed azt, hogy... És ez megfoghat, ez megmagyarázhatatlan, ezek érzelmek. Ennek nincs logikus magyarázata valószínűleg semmi. Tehát, hogy valami valamikor elkapott egy olyan életkorban, amikor nagyon fogékony voltál, az lépett be először az ajtón, és valamiért azt utána nem tudod elengedni. Ez valószínűleg ennek a kérdése, és szerintem semmi több nincs benne. Nyilván egy ilyen patinás klubnak, meg azt gondolom, hogy az ország leghíresebb klubjának szurkolni, egyébként ez valahol meghasonlás, mert ez sokszor eszembe jut, mert nem vagyok ez a típus egyébként. Tehát, hogy a legnépszerűbbnek szurkolni, az pont nem én vagyok. Tehát én inkább keresem az underdogokat, vagy szeretek jobban a kisebb fele orientálódni. Nyilván Fradinál ez így alakult ki gyerekkorból. De hogy én akkor is fradista vagyok, hogyha éppen nagyon sikertelen korszakban vagyunk, meg akkor is, hogyha egy sikeres korszakban vagyunk, de egyiket sem élem meg túlzottan a két végén, tehát nem esem össze, hogyha tizedikek vagyunk a bajnokságban, vagy hogyha közünk nincs semmihez, és attól se lesz, nem tudom, sokkal jobb minden, hogyha bajnokok vagyunk zsinórban háromszor, és nem tudom, mi történik. Nyilván ez más volt tizenévesen természetesen, tehát ez már azért felnősz, és rájössz, hogy prioritások máshol vannak, de az tény, hogyha megnézem, hogy mi a helyzet a bajnokságban, vagy megnézem, hogy mikor van milyen meccs, akkor hogyha Fradi meccs van, az elé leülök. Ha más meccs van, akkor annak nagyon jó meccsnek kell lennie, hogy megnézem. Ez jó is, hogy mondtad ezt a prioritásokat, mert akkor ez azt jelenti, hogy tehát amiatt mondjuk jársz kevésbé Fradi meccsre, mert más dolgaid vannak, nyilván egy csomó meló ott a család, és nem azért, mert valamiért kiszerettél a Fradiból. Mert sokan vannak, akik, mit tudom én, jött az MB2, és oké, már nem is vagyok fradista meg, mert most sokan... Igen, ez az MB2, ezt nem akartam szóba hozni, mert ez egy nagy törés szerintem mindenkinél, szerintem 86-os szovjetek elleni 0-6, de hogy akkor se éltem meg ezt tragédiaként, úgy éltem meg, hogy végül is a nagyszámok törvény alapján előbb-utóbb minden klub belefuthat ilyenbe, mint hogy minden más patinás klubnál ez gyakorlatilag előfordult. És ugye nem volt jó megélni, de mindenhonnan van visszaút, hogy a Juventus is a
jó nem is olyan régóta, nem is olyan régen, mondjuk már nem egy-két éve, de gyakorlatilag az a teljes pont elkobzós, visszasorolós történet után azt hittem mindenki... Csak ezt gyorsabban megoldották. Igen, de hogyha belegondolsz, tehát hogyha egy klub elég nagy, és elég nagy a szurkolótábor, és elég, van benne elég hit, és ezért fontos az, hogy azért milyen régiek a gyökerek, és milyen mélyek, akkor azért bármilyen szarból vissza lehet jönni, bocsánat, hogy így fogalmazok, de ez tényleg így néz ki. Tehát azt gondolom, hogy vannak klubok, amelyek egy ilyen törést nem élnének túl. Egy Fradi túlél, egy Juventus túlél, és akkor sorolhatnánk még csapatokat. Tehát azért mondom, hogy én akkor sem gondoltam, hogy ebben nem tudom, végérvényesen vége lesz itt bárminek. Nyilván nem jó megérni egy ilyen korszakot, ilyen szemben nézve ma már vicces, hogy egyébként meg hol vagyunk a tabellán, vagy hogy miről beszéltünk mondjuk a európai kupasorozat szempontjából. Egyébként mennyire gyakori, hogy jársz mostanában ide a grupamában? Ritka, már csak azért is, mert ugye hogy azért nagyon, most már azért 21-22 formegyes verseny hétvége van egy évben, és a legtöbbször üti. Tehát én biztos, hogy közvetítek, dolgozom, ugye péntek, szombat, vasárnap ritusban közvetítjük, mindent közvetítünk a Forma 1-ből, és nagyon ritka, hogy úgy jön ki meccs, hogy ezt meg tudom oldani. És ráadásul az a nagyon ritka hétvégeken, amikor úgy jön ki a hazai mérkőzés, mondjuk, hogy most szabad hétvégén van, de akkor meg a család gyilkolna meg, hogy mondjuk ilyen Fradi pályán ülnék egy Fradi meccsen, és nem a családi programokban lennék bele a három lányom mellett, úgyhogy na ez például már korral jár, meg a családdal jár, de hogy ezt ebben így elfogadtam, de azért mondom, hogy ha úgy van, tehát hogy olyan tévés meccs van, azért abban biztos, hogy vagy végignézem, vagy belenézek, hogyha úgy kapom el, de azt hozzá kell tennem, hogyha egyébként a szakmámhoz kötődő dolog van, az sajnos ezt felülírja. Tehát hogyha van egy olyan Forma 1-es történés, vagy egy olyan Forma 2-es futam, ami, vagy egy Formula E futam, ami egy időben van a meccse, akkor max rányomok a felvételgombra, de az autósportot nézem meg, mert hogy muszáj is látnom. Hát figyelj, nagyon jó a wifi egyébként a stadionban, úgyhogy tudod telefonról esetleg követni, és a családdal is nyugodtan kivehetsz, és szerintem várnak szeretettel, megvárunk szeretettel. Szerintem majd valahogy összehozzuk. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. Önöknek, hölgyeim és uraim, pedig a figyelmet köszönöm és köszönjük. A jövő héten is lesz majd Fradi Szív, addig a Facebookon és a YouTube-on kövessék a 9.tv csatornáit, ott az eddigi összes beszélgetésünket megtalálják. A viszontlátásra.